napot! Itthon van az ünnepet? Igen, várjuk magát. Ó, Ida néni, boldog születésnapot! Édes, szép gyereket! Tessék, fogadja szeretettel szerkesztőségünktől! Én nagyon szépen köszönöm. Elsősorban az ilyen szép figyelmet. Ida néni 15-ben született, tehát július 6-án ünnepelte a 99. születésnapját. Sajnos! Egy évszázadot végigélt, végigtekintett, mint magánember, mint politikus, mint forradalmár. És szerencsére még épésszel. És ma is ugyanazokat az eszméket vallja, mint annak idején, fiatal lányként, majd később politikusként, mint kommunistaként. Igaz? Vagy változott valami? Semmit nem változott, és megmaradtam az, ami volt. Mert azok az eszmék, amit mi megvalósítottunk, mert nem csak harcoltunk érte, egy időben meg is valósítottuk, az embereknek jobb életet teremtett. 9 évvel ezelőtt a 90. születésnapi alkalmából készítettünk egy kis filmet, most ezt meg is nézzük, és utána tovább folytatjuk a beszélgetést, jó? Jó! Egyetlen egy rezsim se hibátlan, egy rezsim sem tökéletes. Ön betöltötte a legrangosabb funkciókat, tagja volt a Föderáció tanácsának, tagja volt a ISSK elnökségének is. Miben látja a legnagyobb erényét a letűnt rendszernek, és miben látja esetleg a hiányosságait, a hibáit? Szóval a legnagyobb erényét abban látom, hogy nagyon gyorsan épült az ország, lehetőséget adott majdnem mindenkinek, aki dolgozni akar. Ebben az országban csak egy, mondjam azt, nemzetközi út volt, amikor letűnt a mi hatalmunk, az egész országot modern utak szállték át. Igen. Tehát az nagy eredmény volt. Nagy eredmény volt az, hogy legalább nyilvánosan nem jött különböző nemzeti gyűlöletre, hogy a nép egységes volt, nép és a nemzetiség, hogy nem volt kisebbség, tehát az, és hogy a fiataloknak volt egy távlata, az a, és sokan befejezték az egyetemet, sokan, az nagy érték volt. Külföldön azokat a mi szakembereinket, akik az egyetemet fejezték be, nagyon megértékelték, és hívták őket, kérték őket, hogy menjenek ki. És a hibák? A hibák egyetértek avval a kérdéssel, hogy nincs egy társadalom se, társadalmi berendezés, amelynek nincsenek hibái. Különösen egy olyan országban, amely olyan elmaradott volt, amilyen mi megörököltünk. De jó, én megemlítek egy várat. Azt hiszem, hogy a legnagyobb hiba volt az a 45-beli kivégzése, amely itt Vajdaságban, Szerdán, Adorjánban, Mólon, Adán és Vajmokon történtek. Itt nem végezték ki a háborús bűnösöket. Sajnos egyetlen gazdag se, egyetlen gyáros se, mert azok megléptek. Lett kivégezve. Itt ki lett végezve a munkások, szegény parasztok, tehát a proletariát. Közöttük voltak háború előtti kommunisták, például Vajmokban. A háború előtti titkár ki lett végezve. Tehát ezt nem lehet semmivel sem védeni, sőt,
Én nem voltam akkor itt. Ha én itt lettem volna, én fölemeltem volna a szalont ellene, ha viseltem volna a felelősséget is azért. De el lett ítélve később, amikor sajnos már megtörtént, ezt úgy nevezett revanszizmus, a razzia miatt el lett ítélve. Az emberek, akik vezették, le lettek váltva. A második, amit én hibának tartom, és biztos, hogy az, a fölvásárlás volt. Voltak, én nem mondom, hogy nem voltak különböző kilengések. De általában én mégis védelmezem azt a fölvásárlást. Mert ez az ország a háború volt, ahol az éhség Boszniában, Makedóniában, Boszniában vagy volt. És nem lehetett megengedni, hogy az a nép továbbra is a fölszabadított országban éhezzen. Tehát szükség volt, mert tény az, hogy elgyújtosták egy, főleg a gazdagok, a buzát, a disztókat, és tovább. Tehát szükséges volt a fölvásárlásra, hogy a nép. Az ottani nép, de az itten is. Ne éhezzen. Megemlíteném azt, hogy a régi Jugóban 80%-a Jugoszlávia lakosságának kukoricakenyeret ett. Itt, Vajdaságban is. Igen, de lehet, hogy mégsem így kellett volna csinálni, mint ahogy a beszolgáltatás volt, hogy bajusztépéssel és egyebekkel. Szóval én valamit mondok erről. Az tulajdonképpen az egyénektől függött. Én Szabadkán a fölvásárlásra, Palicson kívül az a terem, ahol mocsaras volt. Ott voltam a fölvásárlásra. Épp egy bácsi volt bajusszal. És betoppantak Beográdban négy ember, és mindjárt nekiesett a zöregnek. Én közéjük álltam, és azt mondta, így nem szabad és nem lehet az emberekkel beszélni. Hát mink ellene voltunk annak, hogy a rendőrség vert bennünket, ütött vert. Milyen? És honnan jöttetek? Beográdba. Mondom, én ezt itt nem engedem meg. És megmondom azt, hogy amikor már beszűnt a beszolgatás, ott jelöltek képviselőnek, és meg lettem választva. Szabó Ida kommunista volt, és továbbra is hű maradt elveihez, az is maradt. Hát én mindig az volt, fiatal korom óta 17 éves voltam, amikor azt vettem, mert volt a bátyám Szabó Géza, már nagyon fiatal korában az lett sokszor le lett tartóztatva, és el is volt ítélve Mitrovicán volt, rabságban. De nem csak az, hanem az az élet, amilyen mi voltunk. Nem akarok arról beszélni, hogy ebben a gazdag vajdaságban nem volt kenyerem, éheztem is. De normális az, hogy ahhoz a párthoz, abba a pártba kapcsolódtam, amely az ellen harcolt, amely humanizmust, mert én úgy tekintem magamat, hogy humanista is vagyok, és ember szerető, minden sovinizmus, nacionalizmus ellen, tehát az maradtam. És ma is az ellen vagyok. Azt hiszem, hogy a legnagyobb szerencsétlensége ennek az országnak, ennek a kis országnak, ami most van, Szerbia és Montenegro, az a legnagyobb hibája, és az veszélyezti legjobban a népek és a nemzetiségnek, amelyet most kisebbségnek neveznek, a fönnmaradása, a nacionalizmus, a sovinizmus. Mert az nagyon közel áll a fasizmushoz. Azok, akik azok,
nem mondhassák azt, hogy ők harcosok a népérdek. De én hiszem azt, hogy a fiatalokban mégis lesz annyi erő, nem a szocializmusért, hogy harcoljanak, de harcoljanak egy jobb életért. Harcoljanak azért, hogy ezek a népek, nemzetiségek, akik itt élnek, együtt éljenek egymás mellett, és közösen építsék ezt az országot, amely tulajdonképpen a nemzetiség országa is, nem csak a népek országa. Hány rendszert élt meg és élt végig ez az egy évszázad alatt? Hát tudja mit? Elsősorban egy nagy változás, mert én 15-ben születtem, Ausztro-Ungarska szétesett, és új államok alakultak. Úgy alakult meg az új Jugoszlávia is. Az én édesapám elesett, úgyhogy nem is tudom. Az anyám akkor elhatározta, hogy visszajön Szabadkára a szüleihez. Én velem és a bátyámmal. 3 éves voltam akkor, amikor jöttünk. Hát a szegény negyedbe, ott, ahol a gátat nevezték, ott, ahol az a sportjátékban pálya van. Ott éltek bunyavácok, magyarok, szerbek, és mindannyian jó élt. Tekintet nélkül arra a változásra, az emberek között volt egy emberiség. Ida néni elég korán bekapcsolódott a mozgalomba, először is már 1934-ben az Ifjú Kommunista Szövetség tagja lett, igaz? Igen. És 39-től pedig a Kommunista Párt tagja, tehát immár 75 éve. És azt mondhatni, hogy ön ma is vérbeli kommunista? Én azt maradtam, ami voltam. És még ma is aktív vagyok, amennyire bírok. Van az úgynevezett društvo za borbu, za istinu o nobu i revolúcii. Itt én tagja vagyok, és amennyit bírok, még részt veszek, mind kevésbé sajnos, mert az évek visz ki magával, de az eszme az megmaradt. Ma is vannak képzett és tanult fiataljaink, viszont nincs munka. Hogy lehetne a munkanélküliség kérdését ön szerint megoldani? Tudja mit? Munka nem volt a királyi hatalom alatt. A fiatal burzsuázia gyorsan akart gazdagodni, azt pedig nem lehetett nagy kizsákmányolás nélkül. És azok, akik dolgoztak, úgy szólván égbérért dolgoztak. Nagyon nehéz volt munkához jutni, én azt hiszem. Máma, hogy lehet? Hát elsősorban kell változtatni a magába, a szisztémbe, mert nem létezik egy szisztémbe, hogy az emberek az éhkosárból, a szemétből szedik az élelmet, mert nem bírnak munkához jutni. A föltételek olyan, na, hogy jusson máma egy fiatal munkához, amikor elbocsájtanak embereket, akinek 2 év van a nyugdíjuk. De hogy lehetne ezen változtatni ön szerint? Én szerintem elsősorban maguk a munkások, mert
ajándékba a burzsvázia nem fogadni. Ezért csak harccal, osztályharccal lehet változtatni. Tehát ön az osztályharcot tartja most is a leglényegesebbnek? Azt, mert azt tartsa össze az összmunkásokat. Azt tartsa én munkásnak tekintem a jogászt is. Máma, mert őnek is nincs jobb helyzete, mint annak, aki az Eszterkály pont mellett dolgozik. Addig, amíg a baloldal így szét van verve, addig, aki mindenki csak a saját fotelját nézi, 14 kommunista párt, hát nem tehet semmit. Ezért is szorultak vissza a baloldali eszmék az utóidőben. Teljesen. Az egyetemen van egy pár fiatal. Én voltam egy értekezleten, amelyre jöttek a németek, a franciák, az olaszok és a miénk, és beszélgettünk ezekről, hogy harcoljanak a fiatalok. Elsősorban mi nálunk. Az egyetemisták, a paraszti fiúság, a munkási fiúság egységes volt. És a feladat első volt, hogy tanulj. És minden vasárnap szerveztünk kirándulásokat. Volt énekkarunk is. És az egyetemisták, a paraszti fiúság, a munkási fiúság együtt. Fehér lepedőre dobtuk azt, aki hozott mit enni, mert volt olyan, aki nem hozott, és mindenki abból evett. Tehát elsősorban meg kell teremteni az egységet, mert anélkül nincs lehetőség semmire. Lát-e olyan politikust most, aki erre képes lenne? Tudja, én nem mozgok most már ezek a politikusok között, de eddig valamennyi, aki volt az élén az országnak, sajnos azok is, akik szocialistáknak vallották magukat. Nem látok olyan erőt, aki hajlandó lemondani azokról a privilégiumokról? Privilégiumokról, amikbe beleesett. Ön számos állami kitüntetés viselője, valóban a legrangosabb helyeket töltötte be, politikailag is, társadalmilag is. Most hogy tekint vissza ezekre az érdemekre, ezekre a kitüntetésekre? Tudja mit? Elsősorban mi nem indultunk harcba, nem lettem szkoista, se pártag. Nem voltam börtönbe azért, hogy kitüntetéseket kapjak. Eszem ágába sem volt semmilyen funkció és semmilyen kitüntetés. A kitüntetés a munkásokat érinti. Mindazért, mit tettünk mi a felszabadulás után. Úgyhogy, ha most kérdezi, hogy melyik a legkedvencebb kitüntetésem, nincs. Én soha nem is gondoltam a kitüntetésnek. De amikor börtönben volt, arra is gondolt, hogy tanuljon tovább. Ott tanult idegen nyelveket is, igaz? Ott tanultam meg olaszul. És egy nap, amikor itt volt az exit, az én unokám, aki
spanyol táncokkal táncol, és részre kérdezte tőlem, nagymama, elvezethetnék én egy fiatal embert ide aludni, mert nincs neki hol. Amerikából jött, de olasz származású, mondom el. És érdekes az emberbe, hogy abban a pillanatban, amikor belépett és kezdett olaszul beszélni, hogy valahonnan a kis agyból fölébredt a tudat, és én elkezdtem vele olaszul beszélni, és szörnyen meg volt lepődve, és mondtam neki, kérdezte, hogy hol tanultam, mondtam, nálatok a börtönbe. De tudod, mit kívánok ti nektek, fiataloknak? Hogy soha, de soha ne érezzétek meg, mi a háború. Mert az a legszörnyűbb dolog az emberiségre, tekintet nélkül a nemzeti hovatartozásra. Mi az, ami Szabó Idát az utóbbi időben boldoggá teszi? Szóval örömet szerez az, amikor még találkozok fiatalokkal, akik gondolnak arról, hogy változtatni kell a helyzeten, mert sajnos a fasizmus lassan, de biztosan emeli a fejét mindenhol. A nacionalizmus oda veszett. Végezetül egyet szeretnék kérdezni. Van-e olyan kívánsága, vágya, amely még beteljesülésre vár, vagy úgy gondolja, hogy amit ön szeretett volna, az mind teljesedett? Tudja, amit én szerettem, az sajnos nem teljesedett. Mind. Teljesedett egy ideig. És az emberek meg voltak elégedve. A gyerekek bírtak iskolába járni, tekintet nélkül, orvosi gyermek, vagy faesztergályos gyerek. Mindenkinek volt kenyere, lehetősége, hogy hol lakjon. Voltak közös kirándulások, voltak közös rendezvények, és sok gond lett fordítva arra, hogy a nők végre szabadok legyenek, mert nem voltak szabadok, és egyenjogúak. És sajnos még valami, ami teljesült is, visszaesett. Egy nagy visszazuhanás van az emberi viszonyokba, az ember helyzetébe, az emberek lehetősége, hogy a gyerekeket iskoláztassa, hogy a gyerek érezze azt a szép gyermekkort, ami volt. Tehát ebben sajnos lerombolták. Bízik-e viszont abban, hogy a fiatalabb nemzedék majd valamiképpen működik ezen, hogy visszaálljon az a szép egyensúly, hogy visszaálljon az erkölcsösség, hogy visszaálljon a régi értékrend? Tudja mit? A történelem soha se állt meg egy helyen. Ahogy eltűnt a rabszolgaság, eltűnt a feudalizmus, harcokban nem tűnt el magától, úgy el fog tűnni ez a rendszer is, és jönnek olyan emberek,
akik tehetségesek lesznek arra, hogy változtassák az emberek sorsát, hogy emberien éljenek.